Hát sziasztok, én Csomi vagyok, ez pedig egy újabb kvíz. Korábban láthattátok a Retro Énekesek Fiatalon második részét, a kvíznek ugye a második részét, hát most megcsinálnám az első részét is, úgyhogy kicsit a kvíz, ahogy megcsinálták anno, az ugye első 1-2, én ezt fordítva csinálom, hát először csináltam a második részt, most az első részt, nem baj. Ha ma meghallott Bródi János vagy Korda György nevét az előbbit összes halántékkal, az utóbbi már per Gyuri bácsi ismered, pályájuk kezdetén, amikor igazán berobbantak a magyar könnyűzenei életbe, készültek ezek a folyót fotók, vajon felismered őket-e? Hát nézzük meg ezeket a kvízeket, hogy melyik lesz. Kit látunk a képen? A következő képen, megpróbálom úgy, hogy ti is lássátok. Kit látunk a képen? Így meglátjuk. Pór Péter, Pályer András vagy Korda György. Ugye mind a három híres magyar könnyűzenei előadó művész, és mindannyiuk már meglehetősen sok mindent tett rá az asztalra. Pályer András ugye már nincs is köztünk, ugye már meghalt. A képen hát eléggé nem elegáns ruhában vannak, mert mindenképpen elegáns ruhát, egy öltöny, zakó, nyakkendő, főleg egy sötét öltő, zakó, nyakkendő, az, amivel szoktuk őt hallani és látni. És nem Pór Péter ő, hanem ő Korda György, az all-in-es Korda György, tehát a pókeres Korda György a képen. Kit láttuk a képen? Bródi János, Zorán vagy Szörényi Levente? Hát szerintem nem olyan nehéz ez a kérdés, mert a képen két olyan ember van, illetve egy olyan ember van, aki egy zenekarban játszott, ugye Szörényi Levente és Bródi János is, ugye az Illésben meghatározó alakja volt, ugye Zorán nem játszott az Illésben, ugye a Metróba játszott, de a képen talán eléggé jellegzetes a szája, de egyébként a haja is, ma már kicsit őszebb, hiszen már elmúlt 70, de még mindig szenzációsan énekel, néha kicsit ekettebb, ahogy szokott mindig mondani, de ő Bródi János. Kit látunk a képen? Ugye van Dusánunk, van egy Zoránunk, illetve van egy Tolcsvai Bélánk. Ugye Dusán, Zorán ugye testvérek voltak, és elnézést, ha rosszul fogok mondani, Stefanovics, Dusán vagy Zorán, a képen az pedig nem más, mint Zorán. Tehát ő a Zorán, mind a három meghatározó alakja a mai régi talán mostani könnyűzenei életnek is. Ki van a képen, és hál' Istennek csak két lehetőség van, már pedig nyugodtan lehetett volna többet is, Somló Tamás vagy Presser Gábor, hát ő is már elmúlt már 70, de mi mindig hihetetlenül nagy tehetség, és amihez hozzányúl, azt gondolom, hogy hát aranyá válik, hiszen egy borzasztóan egy tehetségű zenészről van szó, és nem csak énekes, nem csak zeneszerző, hanem zenészről van szó, hiszen nagyon sok zenéhez ért, tehát nagyon sok zenekai eszközhöz ért, és köztünk van, hála Istennek, reméljük még sokáig is köztünk lehet, ő pedig Presser Gábor, ugye Somló Tamás már sajnos nem él. Az LGT-ből ismerhetjük őket. Hát ki van ez a mosolygós hölgy, Kovács Kati, Zalatnai Sarolta vagy Mari Zsuzsi. Ugye Mari Zsuzsi az, aki még anó elhagyta az országot, és aztán nagyon sokáig Kalapka Györggyel élt, ugye Alma reklámával, ugye fogkrémet hirdetett a tévében, sajnos már ugye nincs köztünk. Kovács Kati vagy Zalatnai Sarolta, talán ezt is lehet tudni a képen, Kovács Kati lesz, aki szintén Kossuth-díjas színész, énekesnőnk, és a képen, akit most látunk, pedig ő lesz az, akit előbb is láthattunk. Tehát Cseprégi Éva, Toldi Mária vagy Zalatnai Sarolta. Ugye a Toldi Mária a fiataloknak talán
lehet kicsit ismeretlen. Ugye ő az, aki, hát ő, aki Malek Andrának a anyukája, tehát Toldi Mária. Zalatnai Sarolta, aki a képen van, és Csepregi Éva pedig a Neoton Família énekesnője, onnan ismerhetjük, illetve most már nem teljesen így hangzik, de a Neotonos Csepregi Éva, a képen mindenképpen Zalatnai Sarolta, aki tölcsér csinál a kezéből. Nézzük meg a következő, hogy ki van a képen, Aracki László, Por Péter vagy Szécsi Pál. Hát sajnos azt kell mondanom, hogy a fő választék, tehát a három név közül a már csak Por Péter él, és ő van köztünk, ugye mind Szécsi Pál, mind Aracki László ugye már nem él, ugye Szécsi Pál még a 80-as évek végén, vagy 80-as évek mellett ugye halt meg, illetve lehet öngyilkos, mint ha talán azt mondják, hogy öngyilkos lett, mindegy, az nem részletkezés. A képen pedig a pár évvel ezelőtt, egy-két évvel ezelőtt elhuny Aracki Lászlót látjuk, aki ugye nem csak 20 éves, aki a világot, de nagyon sok hihetetlen nagy zenei kultúrával, hihetetlen sok zenei dallal lehet ismerős, de ugye sajnos már ő sincs köztünk, Aracki László a helyes válasz. Következő, kit látunk a képen? Zorán, Komár László vagy Pataki Attila. Ha nem néztem volna a három lehetőséget, tehát nincs lehetőség, akkor megmondom őszintén, nem biztos, hogy elsőre tudtam volna, hogy ki van a képen. Most sem biztos, hogy jó lesz. Így most már, hogyha van a lehetőség, akkor már igen. Ugye Pataki Attila, ugye az a Edda nagy UFO elvívős embere, akkor még volt haja, meg bajusza is, és itt a képen ugye nincs bajusza az énekesnek. Zorán lehetne, csak ugye Zorán már volt ebben a kvízben, úgyhogy valószínű, hogy még egy képet nem tesznek róla, ezért mindenképpen a kieséses alapon is azt mondom, hogy a képen Komár László van, aki szintén már sajnos nincs köztünk. Na, ez egy nem is rossz válasz volt, 8-ból 8, tehát mindenkit föl tudtam ismerni. Nem volt olyan nehéz ez a kérdés, azt gondolom, illetve nem voltak olyan nehezek ezek a híres előadók. Tényleg nagyon sok krukuk a meghatározó alakja a magyar könnyűzenei életnek, vagy meghatározó alakja voltak, ugye többük már sajnos nincsenek köztünk, de azért ezekkel a képekkel egy-két híres szám talán mindenkinek a eszébe jut és elkezdi dudolni. Ha nem baj, én nem dudolnék, hiszen ha én dudlok, akkor szerintem tönkre fog menni a YouTube. Ez volt tehát ez a kvíz, nem volt olyan hosszú és nem volt sok kérdés, de azért nagyon jó volt szerintem. Ha tetszett, akkor csináljátok meg, és írjátok be ti is a hozzászólásba, hogy hány jó válasz volt. Nekem 8, kíváncsi leszek a nektek, mennyi lesz. Én Csomi voltam, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!